Pál levele Filemonhoz pár számos fogsága egyikében íródott. Ez az új szövetség legrövidebb páli levele, de ez ne tévesszem meg senkit, mert valójában ez az egyik legütősebb dolog, amit Pál valaha írt. A levél alapján a következő háttérsztori bontakozik ki. Filemon egy Kolosséban élő, jómódú római polgár volt. Pállal valószínűleg az Efezusi misszió során találkozott, és ekkor vált Jézus követőjévé. Később, mikor Pál munkatársa Epafrász megalapította Jézus kolosséi közösségét, Filemon a saját házában működő gyülekezet vezetője lett. Na már most Filemon, mint minden akkori családfő, rabszolgákat tartott. Ezek egyike volt Onészimosz. Kapcsolatuk egy pontján ezek ketten súlyos konfliktusba kerültek. Onésimos valamiféle kárt okozott Filemonnak, talán lopott tőle, vagy becsapta őt, ezt nem tudjuk. Annyi biztos, hogy Onésimos elszökött, majd végül elment Pálhoz a börtönbe, valószínűleg azért, hogy segítséget kérjen tőle. Mindeközben pedig Jézus követője és Pál szeretett munkatársa lett. Pál tehát nehéz helyzetben találja magát azzal, hogy megírja ezt a levelet. Nem csak arra kéri Filemont, hogy bocsásson meg Onésimosnak, és vegye őt vissza, hanem arra is, hogy immár ne rabszolgaként, hanem Krisztusban való testvéreként fogadja őt. Lássuk is, hogyan csinálja. Pál imádsággal kezd. Istennek ad hálát Filemon hűségéért és szeretetéért, amelyet Jézus és az ő népe iránt mutat. Ezután készíti elő a terepet kéréséhez, mégpedig így. Imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. A kulcs szó a közösség, görögül koinónia. Azt jelenti részesülni, közösen részt venni. Akkor jön létre, amikor két vagy több ember közösen kap valamit, amiben közösen részesülnek, és így társakká válnak. Pál azt mondja, hogy Jézus hűséges követői felismerik, hogy ők egymás egyenrangú társai, akik közösen részesülnek Isten szeretetének és kegyelmének ajándékában. Pál azt is kimondja, hogy ennek a koinóniának a megtapasztalása nem csupán egy szép elmélet, amin töprenghetünk, a kapcsolatainkban kell gyakorolnunk. Pál ezzel rá is tér kérésére, szóba hozza Onésimoszt. Elmondja, hogy a börtönben Onésimos a gyermeke lett, azaz Pál volt az, aki Onésimoszt arra vezette, hogy életét mindenestül Jézusnak adja, ezért ők most már családtagok Krisztusban. És bár Pál szívesen maga mellett tartaná, hisz a börtönben is hű volt hozzá, de tudja, hogy Filemonra és Onészimoszra, ha valóban Jézus követői, akkor még vár egy nagy kibékülés. A merész kérés pedig nem más, mint hogy Filemon immár ne úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál sokkal többként, mint az úrban szeretett testvért fogadja vissza Onészimoszt. Ez egy óriási elvárás. A római törvények szerint Filemonnak minden joga megvolt rá, hogy megbüntesse vagy börtönbe zárassa Onészimoszt. És Pál nem csak azt kéri, hogy bocsásson meg neki, hanem hogy a volt rabszolgáját társadalmilag egyenrangúként, sőt, családtakként fogadja vissza. Ez sokkal több, mint kedvesség, ez konkrétan példátlan. Egy rabszolga felszabadítása, majd családtagként kezelése teljesen felborítaná a római társadalom megszokott rendjét. Mi oka lenne erre Filemonnak? Pál erre egy elképesztő érvel áll elő, felidézi a nyitó kult azt mondja, ha tehát engem tényleg a társadnak tartasz, a görög koinónia szót használja, fogad Onészimoszt úgy, mintha én lennék, ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel, és én megadom. Igazából itt a gyakorlatban látjuk megvalósulni az evangélium lényegét, ami elsősorban a megbékélésről szól. Ahogy Pál a korintusiaknak is írta, Krisztusban Isten megbékéltette a világot önmagával, nem tulajdonítva nekik vétkeiket. Ebben a helyzetben Pál Apostol tulajdonképpen Jézust jeleníti meg, magára veszi Onészimosz tettének következményeit, és kifizeti annak az árát, hogy Filemonnal kölcsönösen kibékülhessenek de Pál üzenete egy jogi ügy rendezésénél sokkal többről szól. Ismét a koinónia a lényeg. Onésimos, Filemon és Pál mind egyenlőek Isten színe előtt. Mindnyájuknak egyformán szüksége van a bocsánatra, a kereszt előtti talajon nincsenek dombok és gödrök, így Filemon és Onésimos többé nem viszonyulhatnak egymáshoz úgy, mint úr és rabszolga. Családtagokká, Krisztusban egymás testvérei vélettek. Vagy ahogy Pál Filemonnak és az egész kolossi gyülekezetnek írta, Isten új családjában az emberek többé nem görögök, vagy zsidók, vagy körülmetéltek, vagy körülmetéletlenek, vagy külföldiek, vagy műveletlenek, vagy szolgák, vagy szabadok, hanem minden és mindenekben Krisztus. Pál azzal zár, hogy biztos benne, Filemon még többet is megtesz, mint amit kívánt, és megkéri, hogy készítse elő a vendégszobát, mert amint kiszabadul, szeretné meglátogatni. Majd néhány üdvözlet átadásával befejezi a levelet. Pál levele Filemonhoz több szempontból is erős. Ez az egyetlen levél, amelyben Pál nem beszél kifejezetten Jézus haláláról vagy feltámadásáról, de korán sem figyelmetlenségből. Itt nincs szüksége arra, hogy szavakkal magyarázza a keresztet, mert a tetteink keresztül mutatja be azt. Pál a kereszt jelentését testesíti meg ő maga lett azzá a helyé, ahol Onésimos és Filemon megbékélhetnek Istennel, majd egymással is. A levélből az is kiderül, hogy a Jézusról szóló jó hír hatásai végtelenül személyesek, de soha nem magán jellegűek. Az, hogy Filemon és Onésimos most már testvérek Krisztusban, okafogyottá teszi az úr viszonyt. Jézus népének családja az a hely, ahol mindenki egyenlően részesül Isten kegyelmében. Ez egy újfajta társadalom, vagy egy új emberiség, mint azt Pál a kolosséiaknak írta, melyben az emberek értékességét és társadalmi státuszát nem a fai, nemi, társadalmi vagy gazdasági hovatartozásuk határozza meg. Krisztusban ők egyszerűen új emberek, egyenrangú társak, akik közösen részesülnek Isten gyógyító kegyelmében. Jézus által. Erről szól Pál levele Filemonhoz.